légy szíves, értékeld nekünk, hiszem, hogyan láttad a mai meccset. Igen, szeretnék gratulálni a Kaposvárnak. Az első fél időben azt gondolom, hogy ugyanaz a rengeteg hibával történő védekezést valósítottuk meg, mint az elmúlt meccseinken. 50 pontot kapni egy fél időben, azt gondolom, hogy kritikán aluli, és ez már nem először fordul elő velünk. A második fél idő 32 pontos fél idő volt, mármint kapott pont szempontjából, az már azt gondolom, hogy egy jobb eredmény, de futottunk végig az eredmény után. Hát nyerni jöttünk, de nem gondolom, hogy tragédia Kaposváron kikapni, hiszen ez egy jó csapat. Próbálunk minél több győzelmet szerezni a jövőben. Gratulálok még egyszer a Kaposvárnak. Gratulálok a Kaposvárnak, jobbak voltak, főleg az első fél időben. Ugye másik fél időben egy ponttal, vagyis nyerte meg a Kaposvár, amit Ák is mondott, szóval én ezt nem szeretem mondani, mert az úgy kicsit nem úgy hangzik, hanem hogy az első fél időben dőlt el a meccs, szóval az egy ilyen 20 perc kosárlabdában az nagyon sok, és ugye 12-vel volt a hátrányunk, de az első fél évet nagyon rosszul játszottunk, vagyis védekeztünk. Az első fél időben a Kaposvár dobott 50 pontot, az rossz. Abból az 50-ben 15 pontot dobott ez a, hogy mondják, second chance, második esélyben. Szóval azt jelenti, hogy nem volt elég energia, nem volt elég küzdés, mert az ugye az támadó lepattanóval jönnek a pontok. Úgyhogy az a része rossz volt. Most visszatér a másik fél időre, nem lehet, tényleg küzdöttünk, próbáltunk, sokkal jobban védekeztünk, kicsit akadozott a támadásunk, de a támadásunk, ha úgy nézzük, most így fejből mondom, ilyen, kihagytunk egy 3 zicsert, meg 4 büntetőt a másik fél időben, szóval az már, mit tudom én, muszáj jobban játszani, védekezni. Szóval ha tudunk kapni Kaposváron 32 pontot a másik fél időben, ha tudunk kapni múltkor Zalaegerszegen 40 pontot fél idő, szóval az azt jelenti, hogy tudunk védekezni, csak itt van, egyszerűen nem értem, hogy miről van szó, de ahogy az Ák is mondta, hogy azt hiszem, van még 4 meccsünk ebbe az évben, ugye Szolnok, Oroszlány, Sopron, Paks, és abból a 4-ből szerintem ott majd így már lassan el fog dőlni, hogy milyen irányba milyen a sorsunk, de remélem, hogy legjobb irányba. Most nekünk a Kerpel Fronius Gáspár kiesése az nekünk nagy ütés, most meg akarnám dicsérni a nem szokásom, de a Milisavljevics, a Vágvölgyi, meg a Virt, akik labdával játszottak elég korrekt, hát jó játszottak, most végig ugye 9-el adott labda, az egy egészen jó dolog, de megint mondom, mindig az a pici hiányzik, és akkor, de abban nem vagyunk előrébb, szóval muszáj összeszedni magunkat, mert nem lesz jó. Még egyszer gratulálok a Kaposvárnak, meg sok sikert nekik. Köszönjük szépen.